Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink, az Emplén Televízió csütörtök esti híradóját látják, főbb híreink következnek röviden. Ezek várják az Emplén Kalandpark új élményelemeit. Dedikált Fradi mezre lehet licitálni, a súlyos beteg Máté megsegítése a cél. Még jöhetne egy nagy hideg, szőlőtermelők véleménye a téli időszakról. Néhány nap alatt több mint 17 ezer emberhez jutott el a Zemplén Televízió rövid összeállítása, amely a Zemplén Kalandpark hamarosan elinduló két új élményelemét mutatja be. Az átadáshoz közeledve egyre fokozódik az érdeklődés az új szolgáltatások iránt. A Kalandpark és a turisztikai szakemberek pedig már elkezdték azt a média kampányt, amellyel országon belül és a szomszédos Szlovákiában is megismertetik az átcsúszót és a kabinos liftet. Alig több mint két perc, amely a kötélpályás átcsúszó és a kabinos lift próbaüzemét mutatja be, mégis több ezer embert érdekelt. Közösségi oldalunkon keresztül több mint 17 ezer emberhez jutott el kommentár nélkül című összeállításunk. A Zemplén Kalandpark és a Sátoraljaújhelyi önkormányzat még a nyitás előtt jól megtervezett médiakampánnyal szeretné bemutatni a két új szolgáltatást, amely iránt már az első pillanattól nagy az érdeklődés. A határ másik oldalára is nyitnunk kell és nyitni is fogunk. Nagy Mihály, Királyemes, Nagykapos, Terebes települések és vonzás körzetük tekintetében. A kampányt azt a Zemplén Kalandpark vezeti, igazgatónője a feladat, de természetesen a lehetőségekhez képest mi is kivesszük majd a részünket belőle. Sátoraljaújhely alpolgármestere és a Zemplén Kalandpark vezetője a közelmúltban az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorában számolt be az új fejlesztésekről, de számos turisztikai internetes újság, rádió és más országos televíziók is foglalkoztak már a nem mindennapi élményeket kínáló kalandparki elemekkel. A megnyitó a kabinos lift engedélyezési eljárása után lesz. A vasúti pályafelügyelet szakemberei február közepén vizsgálják meg a szerkezetet. A Ferencvárosi Tornaklub női kézilabda szakosztálya egy dedikált mezt ajánlott fel Kristály Máté sárospataki kisdiák gyógykezelésének elősegítésére. A szervezők azt szeretnék, ha a kisfiú megsegítése céljából minél nagyobb összegért kelne el a mez. Így végül, aki az a dedikált mez lesz, az nem csak egy sport erekével gazdagodik, hanem azzal a tudattal is, hogy segítette a súlyos kisbeteg gyógyulását. Legutóbb Sárospatakon a Rally Élet szerelmesei mozdultak meg és gyűjtöttek adományt egy színes program keretében Kristály Máté sárospataki kisfiú számára. A súlyos beteg kisgyermek gyógykezelésének költségeit tudta ebből a család fedezni. A segítő szándék azonban azóta sem csökkent, hiszen egyre több felajánlás érkezik a család számára. Legutóbb a sportélet területéről kapott segítséget Máté. Megkerestük a Ferencvárosi Tornaklubot, illetve a női kézilabda szakosztályt. Elmondtuk, illetve leírtuk nekik Máté betegségét, illetve a körülményeket. Az egyik játékos Szarka Adrián segítségével a csapat rögtön mellénk állt. Egy körülbelül 3 hetes szervezés után hoztuk azt össze, hogy a Ferencváros Moson-Magyaróvár meccsre Mátéval és a családjával együtt felmentünk. Ott a kisfiú kérésének megfelelően a csapat átadott neki egy dedikált mezt, illetve személyesen Szócsánszki Zitával találkozott, majd együtt megnéztük a mérkőzést, Máté nagy boldogságára, mert nagyon tetszett neki. A megkapott mezt pedig a licitre bocsátjuk. A sportélet egy közös baráti kapcsolatnak köszönhetően mozdult meg Máté gyógyulása érdekében. Van egy nagyon jó barátunk, a Sohaj Tamás, aki Páházáról származik, de Budapesten dolgozik. Őről a nyugodtan elmondhatjuk, hogy egy Fradi közeli személyiség, hiszen a szurkolói csoportokban benne van, így tudtunk közelebb kerülni a Ferencvároshoz, illetve ő maga jó kapcsolatot ápol a játékosokkal, Szarka Adriennel is, így kezdődött a kapcsolatfelvétel, de
nagyon hamar mellénk állt a szakosztály elnöke Hemela Zsolt úr, illetve Kökény Bea is, aki segítette a munkánkat. A licitálás már meg is kezdődött az egyik legnagyobb közismert internetes oldalon. A mezért felajánlott összeget a család kapja meg. Egészen február 24-éig lehet licitálni a dedikált mezért. Aki ezt megkapja, eleve egy értékes sporterekjét kap, illetve maga egy üres mez és értéket képvisel. Hát mi komoly összegbe reménykedünk, illetve ugye jelentkeztek már nálunk vállalkozások, akik egy kicsit szeretnének segíteni. Hát reméljük, hogy egy komolyabb összeggel tudjuk majd a családot segíteni, illetve Máté gyógyulását. Pap Csaba azt is hozzátette, hogy további nagy eseményekkel szeretnének segíteni a kisfiúnak, ezek szervezés alatt állnak, és reményeik szerint főként a sporttal kapcsolatos rendezvényekkel tudnak majd segíteni a kisfiúnak. Eddig jól átvészelte a telet a szőlő, tájékoztatta hírműsorunkat Bodnár Sándor. A sátorajóhelyi borász már elkezdte a meccést, melynek során megállapította, a rügyek nem károsodtak. A meccés követően a növényvédelem kap szerepet. Tavasszal lemosó permetezést hajt végre az ültetvényeken annak érdekében, hogy a kórokozók áttelelt képletei elpusztuljanak. Bodnár Sándor már metzi a szőlőjét. A sátoraljóújhelyi borász kizárólag saját termesztésű szőlőből készít bort. Azt mondja, eddig nem tapasztalt károsodást a tőkéken. A vesszők az ősz folyamán szépen beértek, a meccésnél pedig az látszik, hogy a rügyek épek egészségesek. Február elején még nem lehet következtetni az éves termésmennyiségre, de jelen állapot szerint szép eredményre számít a gazdálkodó. Még nagyon sokszor kinnalcik a szőlő, tehát ilyenkor még elég nehéz következtetni. Hát mindesetre az indulási alap nem rossz, tehát mondjuk megvan, hogyha egy normális évjárat következik, akkor jó minőség is lehet, és hát mennyiségben mi mindig keveset termelünk, rövidre metszünk, úgyhogy szólnánk nem a mennyiség, hanem a minőségre törekszünk. A téli időjárás a növényvédelemre is kihat. Enyhébb időjárás esetén könnyebben áttelelnek a károsítók, megnövelve a védekezés költségeit. A többnapos kemény hideg azonban nagyobb mennyiségben pusztítja el a szőlő betegségeit okozó vírusokat, baktériumokat, gombákat és akár tevőket. Tavaly egy elég kritikus év volt, mi egyes területeken már össze is adtunk egy lemosó permetezést, egy rezes és kén tartalmú vegyszerekkel, és hát tavasszal is, ahogy éppen a rügy pattanás megindul, akkor főként a törzs részét fogjuk lepermetezni, de egy lemosó permetezést fogunk adni, tehát elég korán fogjuk ezt végezni. Hazánkban 2013 őszén fedezték fel a szőlő egyik legveszélyesebb betegségét, az aranyszínű sárgaságot. A sátoraljóújhelyi borász azt mondja, ő még nem találkozott ültetvényeiben a kórokozóval. Az ország legolcsóbb éves strandbérletét árulták Sárospatakon, ennek ellenére a tavalyihoz képest valamelyest csökkent a vásárlók száma. A gyakorlat szerint viszont növekszik majd a napi belépős vendégek száma. Végardó Fürdő által biztosított teljes áru éves bérlet 60 ezer forintba került, vagyis napi bruttó 165 forintért lehet strandolni. Minden év decemberében hirdeti meg következő évre szóló bérleteinek konstrukcióját a Sárospataki termálfürdő, míg a megvásárlásra a tárgy év január hónapjának a végéig van lehetőség. Végardó Fürdő, mint az ország egyik nyereséget termelő társasága, igyekszik minél jobb feltételekkel biztosítani a bérletes fürdőzés lehetőségét vendégeinek. Az idei évre több módosítást is bevezettek. A sárospataki lakosoknak 40 ezer forintba került az éves bérlet, a nem sárospatakiaknak 60 ezer forintba, és 20% kedvezményt adtunk a sátoraljaújhelyi vendégeknek a 60 ezer forintos bérletárából. Ezen kívül bevezettünk egy fél éves bérletet, amit úgy tervezünk, hogy az egyik fél év az ugye a naptári évhez igazodva június 30-ig érvényes, és majd akkor tájt lehet ezt kapni a második fél évre vonatkozó fél éves bérletet. Ennek az ára 25 ezer forint, és szintén sárospatakiak vásárolhatják meg. Az árváltozásnak vagy a nyári időszakra szóló fél éves bérlet lehetőségének köszönhetően a tavalyihoz képest kismértékben csökkent a megvásárolt bérletek száma. Az előző évhez képest mintegy 50 darabval kevesebb bérletet adtunk el összességében. Ebből eladtunk 15
nem Sárospatakit, 11 új helyit, és 146 Sárospataki bérletet, és fél éves bérletet pedig 6-ot értékesítettünk. Az ügyvezető azt mondta, a tapasztalatuk szerint azon években, amikor kevesebb a bérletes, több helybeli jár ki a strandra napi belépővel. Azt is elmondta, országosan a legolcsóbb áron kínálják az egész évre szóló bérletet. Az a sárospataki lakos, aki megvásárolta, naponta 110 forintért strandolhat a termálfürdőben. A Magyar Vöröskereszt Sátora-Jaújhelyi Kistérségi Szervezete ebben az évben is megtartja az úgynevezett intézményi véradásokat, amelyekbe a rendvédelmi szervek is aktívan bekapcsolódnak. Legutóbb a Sárospataki Rendőrkapitányság adott helyet a szervezett véradásnak, illetve adtak vért a dolgozók is. A Sárospataki Rendőrkapitányság előadó terme már nem első alkalom alatt helyet a Magyar Vöröskereszt Sátora-Jaújhelyi Kistérségi Szervezete által meghirdetett intézményi véradásoknak. Ilyenkor nem csak a helyszínt biztosítják, hanem arra ösztönzik dolgozóikat is, hogy adjanak vért is. Az ilyen alkalmak kapcsán civilek és a Sárospataki Polgárőr Egyesület tagjai is segítik a véradást. Annyiból szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt viszonylag sok a véradó, tehát az országos átlagnak megfelelő, illetve a fölött vagyunk egy kicsit, viszont mivel nincsen nagy centrum a környéken, ezért a felhasználás nem olyan nagy. Tehát értelemszerűen, ahol megyei kórház van, klinika van, országos intézmény van, ott sokkal nagyobb a vérfelhasználás a lakosság arányához képest. Tehát mi körülbelül egy olyan háromszorosát vesszük annak a vérmennyiségnek, amit itt az újhelyi kórházban felhasználnak. Ezzel ugye a maradékkal meg nyilván az országos mennyiséghez járulunk hozzá. A véradások kapcsán többször is elhangzik, hogy aki vért ad, három ember életét menti meg adott esetben. Azt azonban kevesen tudják, hogy a vér felhasználásával sokkal több területen nyújtanak segítséget, mint azt gondolnák, hangzott el. Ezt a vért, amit mi itt leveszünk, ezt debreceni központtal, most már központosított az országban a vérkészítmények feldolgozása, itt Kelet-Magyarországon ezt Debrecenben csinálják. Tehát ott dolgozzák fel a vérkészítményeket, és egy ilyen teljes vért három különböző készítményre választanak szét. Készül egy vörös vérsejt készítmény, ez ami a legnagyobb mennyiségben kerül felhasználásra. Készül belőle vérlemezke készítmény, ez ugye azoknak szükséges, akiknek valamilyen vérlemezke hiány miatt van véralvadási zavaruk, illetve készül belőle egy plazma készítmény, aminek egy részét gyógyászati célra használják fel, szintén olyanoknak, akiknek véralvadási zavaruk van, másik részét pedig ipari felhasználásra, a gyógyszeriparban használják fel. A Sárospataki Rendőrkapitányságon egy egész délelőttön átvették a vért azoktól, akik így módon szerettek volna segíteni embertársaikon. Közlekedési baleset történt a Pálházát Fűzéradvánnyal összekötő úton. A személygépkocsi, amely Radvány felé tartott, a Havas-Latyakos úton megcsúszott, és a vele szembe menetrend szerint közlekedő autóbusznak ütközött. A személygépkocsiban tartózkodók közül ketten súlyos, három személy könnyű sérüléseket szenvedett. A tegnap lehullott hó meghozta negatív eredményét. Közúti baleset történt a hegyközben. Szerdán délelőtt a Pálházát Fűzéradvánnyal összekötő Havas-Latyakos úton megcsúszott egy személygépkocsi és autóbusznak ütközött. A balesetben az autó valamennyi utasa megsérült. Pálháza irányából, Fűzéradvány irányába közlekedett egy Suzuki Swift típusú személygépkocsi, mely az enyhén jobbraívelésű útkanyarulatban megcsúszott a Latyakos úton, melynek következtében összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő menetrend szerinti busza. Az ütközés következtében a gépkocsi vezetője, illetve a jobb első utas súlyos sérüléseket, a három hátsó utas pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A helyszínelés során a baleset helyszínelők megállapították, hogy a gépjármű nem volt felszerelve téli gumiabroncsal, mely nagy mértékben közrejátszhatott arra, hogy a Havas-Latyakos úton a gépjármű megcsúszott. A baleset körülményeit vizsgáló helyszínelők azt is megállapították, hogy sem a személygépkocsi sofőrje, sem a jobb első ülésen utazó utasa nem használta a biztonsági övet. A szerencsétlenség okán a rendőrség felhívja a járművezetők figyelmét,
hogy a közlekedés során tartsák szem előtt a megváltozott útviszonyokat, és nem ulasszák el bekötni a biztonsági övet. Az elmúlt időszakban a térre nem volt jellemző, hogy havas jeges utak lettek volna, ezért lehet, hogy nincsenek igazából felkészülve a gépjárművezetők a megváltozott útviszonyokra. Minden esetre lényeges lenne, hogy ezekben az útviszonyok között a téli gumiabroncsot használják, mert jelentős mértékben növeli a gépjárművek stabilitását, illetve csökkenti a féktávolságot. Télen a havas, jeges utakon nem lehet a megszokott módon autózni. Ilyenkor a megszokottnál óvatosabb vezetéstechnikával kell közlekedni. Híradónk végén főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Ezek várják a Zemplén Kalandpark új élményelemeit. Dedikált Fradi mezre lehet licitálni, a súlyos beteg Máté megsegítése a cél. Még jöhetne egy nagy hideg, szőlőtermelők véleménye a téli időszakról. Kedves nézőink, Önök az Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. Ha a kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!